Hangszerkészítő mesterként több hangszer építésével foglalkozom, lanttal kezdtem először, utána klasszikus gitárral, cellóval, hegedűvel, brácsával, violadagambával, és a legutolsó az alancsemballó. ban Johann Christoph Fleischer volt az első, aki land cembalót épített. Ezt Jakub Adlung a Musica Organedit című munkájában említi is. Azt a mondatot írja, hogy mind közül a leggyönyörűbb az orgona után. Ez a mondat, amikor elhangzott Sárközi Gergely barátom szájából, akkor én elhatároztam, hogy ezt a hangszert meg fogom építeni. Sárközi Gergely barátom elhatározta, hogy Bach összes lantra írt művét felveszi lemezre, ami meg is történt, és akkor említett egy hangszert, alancsemballót, aminek szintén szerette volna a hangfelvételeit elkészíteni. Én először azt hittem, hogy lant és csemballó művek fognak megszólalni. Nem, közölte, hogy ez egy hangszerről van szó, egy billentyűs hangszerről, ami lant hangon szól. Elkezdtem gondolkodni azon, hogy vajon ez a hangszer hogy nézhetett ki. Tudnilik, létező példány a hangszerről nem maradt fent sem műszaki leírás, sem képi ábrázolás. Tehát ezt a hangszert újra kellett kitalálni, rekonstruálni kellett a hangszert. Bach korában a lant még nagyon népszerű hangszer volt, és Bach azt szerette volna, hogyha lant hangon szól egy billentyűs hangszer. Hogy tud lant hangon szólni, ha minden elemében lantszerűen van megépítve? Ez egy ellentmondás, mert a lant egy nagyon vékony konstrukció, nagyon sok húrral ellátva. Egy lantcsemballó esetében ez az alapregiszter, az két regiszter, a nagyobb változatánál már négy regiszter van, tehát húzó erőben, ez körülbelül a négy regiszter esetében majdnem eléri az egy tonnát. A lancsemballó az mindösszesen 60 kg. Tehát ezt statikailag kellett megoldani, hogy hang karakterében lantszerű legyen, könnyű építésű legyen, mert a lanthúrok azok a könnyű szerkezetet tudják csak megszólaltatni. Ezért az egész konstrukciót nagyon vékonyra kellett építeni, viszont el kellett viselni ezt a nagy terhelést. Ez egy nagyon szép kutatómunka volt, aminek nem értem a végére, tehát nagyon az elején vagyok még. Tudnilik, mivel sem műszaki leírás nem készült ezekről a hangszerekről, minden fázisát nekem kellett kitalálni, tehát onnan eljutni, hogy mekkora húzóerővel dolgozhatom maximálisan, és mennyi regisztervel terhelhetem én ezt a hangszert, ennek a végére még nem jutottam el. A most készülő darabom az egy léptékeiben nagyobb hangszer lesz, mint az előző. Tudni, ki szeretném próbálni a végletet. Tehát honnan, hova juthatok el. Nagyon ígéretes, amit a maga hangszer kínál. Tudni, minél több regiszterrel terheltem eddig a hangszert, annál gazdagabban, annál szebben szól a hangszer.